A lebetegedő Nagy Péter vezetőedző helyett ezúttal is Becker Balázs klubelnök irányította a komáromi csapatot, amely az előző fordulóban, ugyancsak hazai pályán, 27-26-os vereséget szenvedett az Alsóőrs ellen. Remekül kezdte a mérkőzést a KVSE, amely a 7. percben már 4-1-re vezetett. A Szent Gotthárd ekkor még felzárkózott egy gólra, de a házigazda ezt követően zsinórban négyszer is eredményes volt, és a 14. percben már 8-3 volt a javára. Az első félidő derekáig tartotta 5-6 gólos előnyét a hazai csapat, amely 12-7 után produkált egy 5-0-ás rohamot, és ezzel elhúzott 10 góllal. A Szent Gotthárd másodpercekkel az első játékrész vége előtt egy üres kapura lőtt góllal szépített, így alakult ki a félidei 17-8-as hazai vezetés. A második játékrész eleje is a házigazda elképzelései szerint alakult. A Komárom nagy iramban pontosan és eredményesen játszott, amivel a vasiak nem tudták tartani a lépést. 19-9 után a hazai csapat ismét 6-szor volt eredményes egymás után, 25-9-et követően pedig végleg eldőlt a találkozó. A Szent Gotthárd zsinórban lőtt 3 góllal zárkózott ugyan, a kérdés ekkor azonban már nem az volt, hogy kinyeri a mérkőzést, hanem az, hogy 10 gólon belül tud-e kerülni a vendégcsapat. A 42. perctől nagyjából felváltva estek a gólok, 33-20 után aztán a Komárom újabb 4 gólt lőtt egymás után. A 37-21-es végeredményt a vendégek állították be az utolsó percben. A hazai csapat és a mezőny legeredményesebb játékosa az Alsóőrs elleni összecsapáshoz hasonlóan ezúttal is a 9 gólt szerző Nagy Ábel volt, míg Györfi Márió 6, Balahó András és Orbán István pedig 5 alkalommal volt eredményes. A mérkőzés elejétől kezdve nagy akarattal és hittel harcosan játszottunk. A csapat által diktált nagy iramot ellenfelünk nem tudta tartani, így korán eldőlt a mérkőzés. Gratulálok a fiúknak és várjuk vissza vezetőedzőnket, Nagy Pétert, nyilatkozta a mérkőzést követően Becker Balázs. A KVSE győzelmével a 4. helyre jött fel a bajnokságban, és legközelebb október 7-én, szombaton 18 órától az 5. helyen álló Várpalota vendégeként lép pályára.